Akkor... Ez az orromat. Akkor csak... És? 16-os. Amikor kihúztam a bort, akkor elsőre az volt a gondolatom, hogy ez egy ilyen szerelmes dal lesz. És ez a bor meg lesz személyesítve, mint hogyha egy hölgy lenne. Egy nőről van szó. Egyáltalán nem volt kérdés a Sanya kapcsán, hogy mifele induljunk el, vagy nem, ez, kaptunk egy olyan konkrét dalszerkezetet, egy dalvázat, amivel benne volt az a stílus, amiről egyébként is beszéltünk már a borhúzás kapcsán. A fészek nem csak testes, hanem lelkes is vagy. Ennek a szöveggel voltak olyan szinten problémák, hogy így úgy éreztem, hogy így kell történjen velem még valami ahhoz, hogy meg tudjam írni. Úgy éreztem, hogy így időre van szükségem. Mindenkivel öröm volt a munka, de vele meg még így nagyon könnyű is. Ilyen klasszikus zenész. Köbályán végzett, tudja, hogy működik a zene meg a zeneírás. Egyből a Miki mondta az elején, hogy lenne egy kicsit ilyen modernebb lenne, meg mutatott is egy számot, hogy ez a hangzás is így, mondom, teljesen jó, mehet, nyomjuk. Mindenképp a 70-es évek felé venném az irányt. Segítségül hívtam két zenész barátomat, Svacsik Kristófot, aki a dalban gitározik, és a Körös Tamást, Tomit, aki pedig basszus gitározik. Szól a kürt, ha ízlelem. És valahogy így egy kicsit sem izgultam, valahogy érdekes, hogy úristen milyen lesz, mert valahogy úgy éreztem, hogy szerintem jó lesz. És így is lett.